Újévi koncerttel jótékonykodtak. Elkezdődött az építkezés. Újévi köszöntő. Mese a csodaszarvasról. Fagyhalál. Akkod. A himnuszt szavalták. Mások és saját örömére fest. A jelzőrendszerről tanácskoztak. Eltávolították a baleset veszélyes gólyafészket. Szinte teljesen megtöltötték a szabadszállási katolikus templomot az érdeklődők január 4-én Kövi Szabolcs fuvola művész, Pán Síp és Okarina koncertjére. A megjelent vendégeket Kis József plébános köszöntötte. A rendezvényen főként meditatív és relaxációs hangulatú számokat hallhatott a közönség Pán Síp, Okarina és fuvola kísérettel. A koncertet követően a támogatói jegyekből befolyt bevételt a Kisvárosunkért Egyesület nevében Darabos József polgármester és Bence Ildikó alpolgármester adta át Kis József plébánosnak, és köszönték meg a rendezvény létrejöttéhez és a szervezéshez nyújtott segítséget Ivanics Györgynének és Szabó Zsuzsannának. Az egyházközség a befolyt összeget a közösségi tér bővítésére fordítja. Megkezdődtek a munkálatok a Hajcsár és Honvéd utca kereszteződésénél lévő területre tervezett buszpályaudvar építkezésén. Az információs ponttal és sofőrpihenővel is ellátott létesítmény előre láthatólag az év közepére készül el. A település fejlesztési operatív program keretében megvalósuló beruházást 130 millió forinttal támogatja az Európai Unió és a Magyar Állam. Az épület külső és belső várótereit legalább 20-30 utas tudja majd használni, a peronok pedig akadálymentesen megközelíthetőek lesznek. A polgármesteri hivatal szervezésében január 10-én újévi köszöntőt tartottak a nagy vendéglőben. A rendezvényen megjelentek az önkormányzat és intézményeinek dolgozói, a képviselőtestület tagjai, az egyházak és civil szervezetek vezetői, a környező települések vezetői, a térség országgyűlési és a megyei közgyűlés képviselője, és még sokan mások. A város polgármestere köszöntőjében elmondta, emberek alapvető tulajdonsága, hogy vágynak a szemre, a jobbra, a megújulásra. Ezért képesek vagyunk fogadalmakat is tenni, illetve fogadkozni, miközben sok ember mérlegeli az elmúlt év történéseit, összegzést készít az elmúlt év eseményeiről, és természetesen a hibáiról is. Mi emberek azonban nem egyformák vagyunk, különbözőek a személyes ambícióink, a terveink, másképpen gondolkodunk, abban viszont mindannyian egyetértünk, hogy szeretnénk az új év napjait nagyobb szeretetben, jobb egészségben, biztosabb egzisztenciával meg eltölteni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szűk 3 hónappal ezelőtt a bizalmat kaptunk, ezzel együtt pedig egy nagy családot, amely több mint 6000 tagból áll. Ennek a mi nagy családunknak számos közös vágya és reménye van. Szeretnénk, ha mi városunkban otthon éreznénk magunkat, nyugodtan pihenhetnénk, szórakozhatnánk, és természetesen biztonságban érezhetnénk magunkat, gyerekeinket, szüleinket, nagyszüleinket. Mint olyan sokszor mondtam, felelőtlen ígéreteket nem teszek. Számomra egy városvezető legnagyobb hibája, ha felelőtlenül tesz ígéreteket. Persze hiába minden jó akarat és igyekezet, mi itt is megesünk, hogy a felelősen bevállalt kötelezettséget különböző okok miatt lehetetlen teljesíteni. A 2020-as évben is jobbító szándékkal mindent meg fogok tenni azért, hogy minden szabadszállási polgárnak szabadszállás valódi otthona legyen. Emelte ki köszöntőjében Darabos József polgármester. Dr. Salac László országgyűlési képviselő is az összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet beszédében. Mi itt a Alföld északi részén, Bács-Kiskun megye északi részén, Pest-megye árnyékában valahogy mindig a nehezebb oldalát kaptuk meg a dolgoknak. Nekünk semmit nem adtak ingyen, mindenért meg kellett küzdenünk. Ez a küzdelem, ennek lehet nézni a rossz oldalát is, lehet csinálkodni rajta, én azonban a jó oldalát nézem. Az, hogy megtanított bennünket küzdeni, mindenért meg kell küzdenünk, nem engedi, hogy elkényelmesedjünk. Nem lehet beleülnünk egy fotelbe, egy kényelmes fotelbe, mert onnan nagyon nehéz felállni, hogyha baj van. A másik dolog, ami talán még fontosabb,
Ez az állandó teljesítménykényszer, ez az állandó küzdeni tudás, ez megtanított bennünket arra, hogy csak összefogva érjük el a céljainkat. A beszédek elhangzását követően pohárköszöntővel és közös kocintással folytatódott az est. A műsorban közreműködött Ordasi András, Huszár István. Te komán képzel! Én meg tudod, mit kapta az asszonytól karácsonyt? Na mit? Ide süss! Helyzet meghatározó, GPS! Te! Ez nem az a izé, az a... De ez nem az, ez nem kínai, ez modern. És akkor azért modern, mert nincsen rajta gomb. Sallai Ramóna és Korb Tamás. Rakjunk tüzet az éjszakában, hogy meg ne fázzon. Kabát nélkül, hogy aki bolyog, az végre találjon. Valami nagy kabáttal felérő búvó helyet, ahol épp olyat főznek, amit ő szeret. Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Talentum Alapítványa által nyújtott támogatásából a Habakuk Bábszínház darabját nézhették meg az alsós diákok a József Attila Közösségi Házban január 13-án. A Soproni Társulat bábosai Fekete Zoltán és Regényi Eszter a gyermekeket is bevonták az interaktív előadásba, akik így aktív részeseivé váltak a csodaszarvas történetének, amely nagy sikert aratott körükben. Január 13-án 17 órai kezdetre invitálta az emlékezni kívánókat a Honvéd Nyugdíjas Klub és a József Attila Közösségi Ház a II. Világháborús emlékműhöz. Pontban 5 órakor a harangszó jelére, az áldozatok és a Doni áttörés tragédiájának emléknapja tiszteletére lobbantak fel az emléktűzlángjai. 1943. január 12-én az Urivi, 14-én a Stúcsiai hídfőből is kitörtek a szovjet csapatok, és 16-ára a három részre szakított II. Magyar Hadsereg arcvonala a csapások alatt felbomlott. A haderő, mint egy két heti elkeseredett küzdelem és hatalmas veszteségek után, január 24-én részeivel február 2 és 4-e között vált ki az arcvonalból. Megemlékező együttléten a himnusz közös éneklését követő felvezető után Reményik Sándor a Katonák című verse hangzott el Pócs Balázs tolmácsolásában. Szabadszállás város polgármestere Darabos József emlékezett meg a II. Magyar Hadsereg katonáinak, munkaszolgálatosainak áldozatáról. Szólt a megemlékezés valamikori tilalmáról, az áldozatvállalásról és szólt a szenvedésről. A múlt idézés Reményik Sándor Glória című versével folytatódott, majd Máté Sándor aleszredes, református tábori lelkész kérte Isten áldását az áldozatok emlékére. Koszorút helyezett el az emlékműnél, és mécses gyújtott Darabos József, Szabadszállás város polgármestere, és Farkas Zoltán, a Honvéd Nyugdíjas Klub elnöke, továbbá Bajusz Gábor, a Szabadszállási Települési Értéktár Bizottság elnöke. A megemlékezést az emlékműnél az emlékező gyülekezet mécses gyújtása és a magyar takarodó kürtje lezárta. A közös visszatekintés a József Attila Közösségi Házban folytatódott, ahol Puskás Fanni előadásában elhangzott Kustra Ferenc a Donkanyar emlékére című verse. A Fagyhalál című kiállítást Horváth Balázs mutatta be. A megemlékezésben egyfajta óhajként elhangzott: ez az emléknap mindig megmaradjon figyelmeztető jelként. Nem egyszerű szófordulat csupán, nem marad óhaj, hanem valós lehetőség. Záloga ennek az, hogy a múltidézés állandó résztvevői a jövőt képviselő diákok is. Sajátos ismeret és kötelezettség átadás egy ilyen alkalom, ahol együtt az idősebb és a fiatal, együtt az, aki átélte, és az, aki már sokszor, vagy épp még csak most hallott róla, együtt a múlt, a jelen és a jövő. Mert összetartozunk. Mert nem egymás mellett vagyunk, hanem együtt. A múltunkkal, a jelenben, a jövőért. A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai és pedagógusai tartottak flashmobot az iskola udvarán január 22-én.
A nemzeti költeményünkről az intézmény vezetője Vanyurné Lázár Erzsébet beszélt a gyermekeknek. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként, és jelölte meg dátummal Szatmárcsekként a himnusz kéziratát. A himnusz megzenésítésére 1844-ben írta ki pályázatot, amelyet Erkel Ferenc, a Pesti Nemzeti Színház karmestere nyert meg. Pályaművét 1844. július 2-án mutatták be a Nemzeti Színházban a zeneszerző vezényletével. Szélesebb nyilvánosság előtt 1844. augusztus 10-én énekelték először az Óbudai hajógyárban a Széchenyi gőzös vízrebocsátásakor. Hivatalos állami ünnepségen pedig először 1848. augusztus 20-án. A Magyar Kultúra Napjáról való megemlékezés gondolatát ifjabb Fasangárpád zongoraművész vetette föl 1985-ben. Szavai szerint ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezer éves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat adott Európa a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában is. A himnusz egy-egy versszakát évfolyamonként szavalták el az osztályok tanulói. A diákok az iskola főbejáratára a humán munkaközösség közreműködésével a himnusz egyes versszakait is kifüggesztették. A Magyar Kultúra Napjának ünnepén Bognár Renáta festményeiből nyílt kiállítás a József Attila Közösségi Házban január 22-én. Már több évre visszatekintő hagyomány, hogy a Művelődési Házban kiállítás megnyitóval ünneplik meg a Magyar Kultúra Napját. A tárlatot Bence Ildikó alpolgármester asszony nyitotta meg, aki az alábbi elismerő szavakkal méltatta az alkotót. Őszinte szeretettel és tisztelettel köszöntelek itthon, mert remélem ez mindig is az utfogad marad. És csodálattal gratulálok neked, mert mertél nagyot álmodni, meggondolni, nagyot változni ebben a változásban, megtaláltad önmagad. Én meg szeretném köszönni a kedves férjednek, a családodnak, hogy támogatott ebben az álmodban, és ott tudtál teljesülni, és köszönöm teljesít körülményen. Az alkotások között csendéleteket, tájképeket és életképeket is megcsodálhatnak a látogatók. A megnyitón közreműködött Gál Zoltán. Felnyúlt a régi tűz, a szívem lángol. És az X-Bár együttes. Ezer meg ezer éve keresem az utam, néha keresem a bajt, és keresem azt, aki engem akart, akinek engem küldött, aki nekem szánt az ég. Az Alapszolgáltatási Központban január 28-án az ez évi gyermekvédelmi jelzőrendszer intézkedési tervéről tanácskoztak. A gyermekvédelmi jelzőrendszer a gyermekjóléti szolgálatok által működtetett együttműködési rendszer az egészségügyi és oktatási intézményekkel, különböző hatóságokkal. Magyarországon a veszélyeztetettség leggyakoribb oka az úgynevezett környezeti tényezők, mint például lakhatási problémák, nevelési gondok, életvitel, bántalmazás és az elhanyagolás. Az értekezleten a jelzőrendszeri tagok értékelték az elmúlt évi munkát, és megegyezés született a még szorosabb együttműködésről, az információ áramlás hatékonyabbá tételéről. A Honvéd úton álló régi kollégium kéményen lévő gólyafészek fémtartó szerkezete balesetveszélyessé vált az arra közlekedők számára, mivel a gólyafészek magában is több, mint 200 kg-ot nyomott.
Ezért a szabadszállási és a kecskeméti tűzoltóság szakemberei január 30-án vonultak ki a helyszínre. A munkálatokat rendőrségi forgalom elterelés mellett végezték. A fészek eltávolítása után a baleset veszély megszüntetése véget, szükségessé vált a kémény egy részének visszabontása is.